A Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban adták át október 25-én az idei év nyertes pályázóinak a Béri Balog Ádám középiskolai ösztöndíjat és a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíjat. Az évek óta töretlen sikerrel kiírt pályázatok célja, hogy pályaorientációs segítséget nyújtsanak a kiváló képességű, kadétprogramban résztvevő, valamint a hátrányos helyzetű, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok számára. Az ösztöndíjakat átadó Szabó István honvédelmi államtitkár köszöntőjében kiemelte, a Honvéd Kadétprogram egyrészt olyan tájékozottságot, tapasztalatot és jártasságot ad, amely inspirálhatja résztvevőit a katonai életpálya felé, másrészt mindannyian a honvédelemről, a haza védelméről tudatosan és felelősen gondolkodó állampolgárokká válnak általa. A Honvéd Kadétprogram a honvédelmi nevelés zászlós hajója. Az emelt szintű honvédelmi nevelés megvalósulásának legfőbb eszköze. Célunk, hogy önök kadétként biztonságos, izgalmas és élményszerű honvédelmi programokon keresztül elsajátítsák a honvédelemmel kapcsolatos ismereteket. Szabó István megköszönte az ösztöndíjban részesültek kitartását, szorgalmát, eddig elért kiemelkedő tanulmányi eredményét. Hangsúlyozta, különösen elismerésre méltó ez a nehéz helyzetben lévő családok esetében. Legyenek büszkék önmagukra, hiszen keményen megdolgoztak azért, hogy a lehető legjobb eredménnyel haladjanak kitűzött céljuk felé. Szabó István honvédelmi államtitkár elmondta, a Honvédelmi Minisztérium továbbfejlesztette az ösztöndíj programját, így a programokhoz csatlakozott diákok tanulmányaikat befejezve is pályázhatnak a minisztérium által biztosított ösztöndíjakra, a Mészáros Lázár ösztöndíjra vagy az önkéntes tartalékos ösztöndíjra.